Sziasztok! Egy kicsit paprikás hangulatban vagyok, hát a szokásos mellett. Eltökéltem, hogy ma felvételt készítek, el is készült a felvétel, csak nem volt hangja, úgyhogy most ellenőrzöm, hogy van hangja, mikrofon próba, 1, 2, 3, 4. Mit sütsz? Kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs. Egyedem, begyerem, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz, nem kívánok egyebet. Jó, működik. Na, akkor egy vagy két rövidet lássunk. Nézzük, mit dob a gép. C4. Szinte soha nem látom ezt a választ, ló F6. Szinte soha. Mindenki. Jaj! C4? D4-re nem szoktam. No, emlegetnek. D4-re nem szoktam látni. Ugyanarra gondoltunk? Hogy itt most mi történik? Nagyon olyan érzésem van, hogy elméletet játszottunk. És a kolléga hamarabb kifogyott belőle, mint én. De ez még lehet, hogy valami obskür elmélet. Mármint azok szerint, akik tanulják. Akkor ezek ma ilyen furcsa játszmák lesznek. Nem tudom, készül valami bajnokság a hétvégén valahol, és most boldog-boldogtalan sakkozik, vagy nem tudom, mi történhet. De egész nap nagyon furcsa ellenfeleim voltak, játszottam belépve is, és akkor az 1600-1700-as simán verem, az 1400-as pedig leiskoláztat. És itt pedig abszolút olyan érzésem van, hogy itt most valaki elmélettel próbálkozik, csak nincs kivel. Nem tudom. Egyáltalán nem olyan a mezőny, mint úgy amúgy, amikor készítem a felvételeket. Teljesen más érzés most ez a játszma. Meg az előző játszmák, amikor nem ment a mikrofon. Kellemetlen. Visszalép.
nagyon kellemetlen, ez abszolút nem az a, nem az a színvonal, amit megszoktam anonimban. Ez elmélet volt szerintem. Nagyon-nagyon kellemetlen. El van teljesen vágva a királynőm, szerintem, ha itt valamit akciózik. Ez egyáltalán nem az a színvonal, amit én megszoktam. És blunder és sportszerűen feladja. Ilyen volt az előző játszmákban is, hogy volt egy blunder, és akkor puff, feladta. Nézzük, tényleg elméletet játszottam? Mert ennek nagyon olyan szaga volt. Tizenegyedik lépésig... Nem tudom, az se valami jó kombináció, hogy... Na, mi ez? Inglund? Az se egy jó kombináció. És nem tudja az Inglundot folytatni? Hát itt nem ezzel a lóval, itt valamit a lóval kellett volna, akkor én mondjuk megvédem, és olyankor felszoktam adni. Jó. Tehát azt akartam mondani, hogy rossz kombináció a műszaki hiba meg a sakkozás. Ez szerintem kicsit béna volt. Nem másért, de ez fenn van a táblán, simán leütöm. Ez így nagyon furcsa voltam. És nem tud elbújni. Jó, persze, úgy van. Mert hogy ez nincs a táblán. Hát... Itt szerintem belekeveredett valami izébe itt. Ez is elméletnek indult pedig.
Na nem tudom, tehát ma este az a meggyőződésem, hogy a sportszerűségi index az a szokásosnál nagyobb, és az elmélet aránya is a megszokottnál jóval nagyobb. Úgyhogy én majdnem biztos vagyok benne, hogy azt a piculáját. Úgyhogy majdnem biztos vagyok benne, hogy itt most szerintem valami bajnokság van készülőben. Na jó, csak itt már összeomlott a kolléga, és ez pedig, ez matt. 11 perc. Jó, megállok, mert nagyon kellemetlen volt a mikrofonnak a leállása, és az van, hogy én ezt a szerkót használom, hát nagyon régóta, csak az operációs rendszer kapott egy frissítést, és mint tudjuk, az utóbbi időben a frissítések nem igazán a használhatóságról vagy a műszakiakról szóltak, hanem a dizájnról meg a reklámokról. A régi Operának, az Opera böngészőnek az egyik fejlesztője a mostanában a Vivaldi böngészővel hozható összefüggésbe a neve. Neki volt néhány magvas hozzászólása arról, hogy a reklámozók, a marketing az lenyúlt a hétköznapi halandóktól az internetet. Úgyhogy ezzel búcsúznék, ha nem akarnám elmondani, hogy megérkeztek az új filterek. Úgyhogy a napkorongot várom, süssön ki a nap, és akkor most jön az amatőr csillagász elköszönés. Köszi a figyelmet, derülteget, sziasztok!